Az, hogy a várakozással ellentétben ennyire sima lett a női kosárlabda NB1 női elődöntőjében a KSC Szekszárd Unigyőr mélyút párharc magabiztos szekszárdi győzelmek születtek, annak elsősorban az volt az oka, hogy a szekszárdi csapat időközben egy amerikai párját ritkító kiválósággal erősített, ez vezetett az egyébként önmagához viszonyítva majdnem maximumot nyújtó Győr ellen a szekszárdi mérkőzésen a 90-75-ös sikerhez, ami újból bajnoki döntőt ért. Extra párharc, extra kettő jó meccset játszottunk. Mai meccs, ha domináltunk több mint 40 lepoton szettünk, szerintem több, majdnem 30 gól passzottunk. Azt mutatja ez a látvány, amit beszélünk, de első fél idő extra jó védekeztünk. Második fél idő extra támadtunk, kell dicsőnöm Győrt is, mert utolsó negyedben nem adtak fel, hanem kb. Minden kíséret, amit rádobtak, bement. És nagyon közel voltak visszajönni meccsben, de persze mi nem adtunk fel, és azért is gratulálom lányoknak. Hiába dobott Studer Ági, a szekszárdi irányító, csak 2 pontot ezúttal, de jól mozgatta végig a csapatot, miközben, ez jelzésértékű, 9 gólpasszt is kiosztott. Hiába hozta le 15 pontra a Győr a legkiválóbb szekszárdi amerikai Bonnert, a másik 2 tengeren túli bizony elemében volt, s a padról belépő Bálint Réka ezúttal 14 pontot tett a közösbe, és mindenki, aki a pályán volt, szinte végig jól védekezett. Iványi Dalma, a volt Európa klasszis irányító, a Győr jelenlegi vezetőedzője elismerte, ez ellen a szekszárd ellen nem volt esélyük a döntőbe kerülésre. Nem volt ez ilyen sima ez a mai meccse, mint amit a 15 pont mutat, úgyhogy én nagyon-nagyon büszke vagyok a saját csapatomra, mert azt gondolom, hogy küzdésben maximálisat adtunk, a szívünket, lelkünket kitettük a pályára, tanulni kell ezekből a hibákból, és nagyon sok ilyen mérkőzést kell játszanunk ahhoz, hogy tényleg fejlődni tudjunk, úgyhogy dolgozunk tovább, és mindenféleképpen szeretnénk ugyanilyen harcossággal belemenni a bronzmeccsbe, és szezont megkoronázva szeretnénk egy érmet szerezni. De van a Bonner, a KSC Szekszárd legnevesebb amerikai sztárja elárulta, örömmel tért vissza az európai kosárlabdába. Minden eddig lejátszott meccsen tetszett neki új csapata, játékfelfogása, küzdőmodora. Örömet, mi több élvezetet jelentettek számára, eddig a meccsek jelentette ki. Play role. People who didn't play, talán igen, bár tudni kell, hogy ezeken a meccseken már nemzetközi szinten is nagyon erős csapatokkal játszunk, tel is tele kiváló játékosokkal. Jegyezte meg, a Kis Tálinál azért több optimizmussal, a KSC Szekszárd 2-szeres VNBA bajnok, 34 éves játékosa, aki féltestvérehez Erika McCallhoz hasonlóan remekül érzi magát új állomáshelyén Szekszárdon.